Kerek 20 évet kellett várni arra, hogy ismét négy magyar hölgy állhasson a kajak négyes döntője után az olimpiai dobogó legtetején. Barcelonát követően Londonban imponáló versenyzéssel nyertek a mieink. Itt vannak most a stúdióban, vagyis Kozák Danuta, Fazekas Zsúr Krisztina, Szabó Gabriella és Kovács Katalin. Jó reggelt, hölgyeim! Jó reggelt! Hát nagyon gratulálok egyenként mindegyik ötöknek és ennek az egységnek így együtt, mert hát azt gondolom ez a lényege az egységnek így együtt. Köszönjük. És hát nem azért kérdezem Akatit először, mert ül velem szembe, de talán mert hogy ilyen szempontból a négyes tapasztalat egy szempontjából neked van nyilván a legtöbb személyes emléked és élményed, és innentől számítva is persze nyilván te várakoztál a legtöbbet arra, hogy ez a pillanat elkövetkezzen, ugye? Hát igen, én nagyon vágytam rá, már 2000-ben Sydney-ben én azt gondolom, hogy lett volna lehetőségünk arra, hogy elhódítsuk az olimpiai bajnoki címet, de valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy egy nagyon, nagyon pici hiányzott ahhoz, hogy ez az álom valóra váljék, és igen, most sikerült, és ez egy nagyon jó dolog. Aztán, hogy mi az az egyetlen apró kis különbség, vagy nagyon-nagyon sok apró különbség együttesen, amit most éppen ennek a négyesnek sikerült, de szerintem még nagyon sokan hosszan fogják elemezni, de tanult, hagyd kérdezelek téged egy picit arról, hogy ugye nyilván az ember nyújt egyéniben is egy kiváló teljesítményt, sokan azt szokták mondani, hogy egy kiváló négyes, négy egyéni elképesztően fantasztikus teljesítményből kell, hogy összeadódjon, de mégis más azért az, hogy a négy embernek együtt kell tudni kiválóat alkotni. Érezted az összes többi hölgyben és magadban azt az erőt, hogy külön-külön is képesek vagytok arra, amit persze együttesen kell összehozni? Igen, éreztem, hogy jó a csapat. Egyébként tehát a négy lány azt hiszem adott volt, mert jót nyújtottunk egyéniben, és össze kellett csiszolódni. Tehát az EB-re mi még úgy érkeztünk, hogy ott még négy külön ember volt, ült a négyesbe, és olyan is volt az a pályánk, de utána az edzés, későbbi edzések alatt szép lassan összecsiszolódott az egész hajó, és így alkottunk egy csapatot, úgyhogy pont jókor. Abszolút, tehát a megfelelő pillanatban, ugye Gabi, te magad is ismered azért azt az érzést most már Peking óta, hogy mitől lesz egy egység összecsiszolódott, és nem volt azért ez, hát legalábbis én, ha visszatekintek, nekem igazán hosszúnak tűnő idő, ami alatt nektek valóban ezt az olajozottá válást ezt össze kellett valamilyen szinten hozni, mégis akkor mi múlik, vagy min múlik az, hogy mondjuk négy karakternek ez megy az adott pillanatban? Nekünk mondjuk olyan szempontból szerencsésebb volt, hogy hárman így készültünk a tavalyi világbajnokságra is, uh-huh. És Kriszta személyében egy olyan negyedik embert kaptunk, aki már ült a negyedik helyen és világbajnok is volt, és ilyen szempontból könnyebb volt összehozni, de azért rengeteget dolgozott velünk a Csipes Feri, és tényleg ezúton is szeretném neki megköszönni ezt a hatalmas munkát. Mi is egyébként szurkolóként, abszolút. Nyilván az is egy nagy dolog azért, azt gondolom egy edző szempontjából, hogy azért átélt már ilyen helyzetet, tehát tudja, hogy mit jelent ugye négyesben egy ilyen döntő pillanatban ott lenni. Krisztán, még egy picit azért téged is hadd faggassalak arra, hogy na a te helyzeted azért független attól, hogy ültél már világbajnoki egységben, hát nagyon más. Ugye amennyire én tudom, ahonnan érkeztél, ahogy érkeztél, amilyen körülmények között a mindennapjaidat kint Amerikában megélted, ahogy az elfoglaltságaid hát nem voltak hasonlíthatók ahhoz, amit mondjuk a magyar válogatottak vittek véghez, tehát miután neked az egész életed egy picit másképp volt berendezve. Mennyire volt könnyű ez a fajta visszaalkalmazkodás? Más volt most, mert egyszerűen az agyam máshogy állt be ezekre az edzésekre, és most hazajöttem, és ugye visszaálltam a régi rendszerbe, és sokkal jobban tudtam oda koncentrálni az edzésekre, mint otthon, és könnyedséget jelentett az, hogy nem kell közben ide-oda rohangálni, meg mondjuk dolgozni, menni. Tehát nem kell az életet egyébként élni, hanem igen, csak a sportot tudsz koncentrálni. De hozzáteszem, hogy nagyon sokat segített nekem ez a másfajta hozzáállás kint, mert szerintem az viszont valami löketet adott, szóval nekem nagyon kellett ez az életstílusváltás, amit itt éltem, és tényleg csak az edzésre koncentráltam, valószínű, hogy ez meg túl sok volt, és mi ahogy ott adatott egy olyan lehetőség, hogy ugye máshol is kipróbáljam magam más sportokba, különböző munkahelyeken, meg ugye a nyelvet is ugye elég olyan rendesen tanulnom kellett, így szerintem ez adhatott nekem egy olyan löketet a kajak szempontjából, hogy hiányzott, meg ugye nagyon-nagyon szeretem csinálni, és végül is
mindent megtettem azért, hogy ugye csinálhassam tovább. Világos, tehát felvértezett egy picit ez a sok-sok új impulzus arra, hogy majd, ha esetleg ide kerülsz, akkor csak erre tudj koncentrálni. Igen, itthon már könnyebb volt hozzáteszem, már hazajöttem. Könnyebb azért, azt tudjuk, hogy mondjuk a magyar kajakkenu válogatottban profinak lenni, azért az nem egyszerű feladat, de mégis ezek szerint egy picit igen, más. Igen, szerencsére elég erős a mezőny itthon, úgyhogy nem a verseny volt könnyű, hanem maga az élet itthon, hogy ugye azért kapunk támogatást, főzni nem kell, vagy kigondolni egyáltalán, hogy mit vásárolj, mit vegyél, akkor tényleg csak az edzésre kell koncentrálnunk, és ez valami hihetetlen nagyon jó itthon. Azért én hagyd tegyem idézőjelbe azt a csakot, ismerve azt a mennyiségű munkát, amit elvégeztek nap, mint nap. Kati, volt, ugye ezt emlegették, de azért jól lenne a teszádból hallani ezt a bizonyos mondatot, hogy amielőtt elindultatok, hogy mondtad, hogy na jó, hát most már nem szeretném még egyszer azt átélni, hogy másodikként érünk be. Tehát próbáljuk ki, milyen az, amikor elsők vagyunk. Volt valami ehhez hasonló? Emlékszel, hogy ez csak a újságírói, hogy ismét fantázia tette eddig hozzá? Én nem emlékszem ilyenre. Volt maximum ilyen? Hölgyeim, mert azért lehet, hogy önkívületi állapotban volt. Ja, hogy a futam mindenki. Előtt. Igen. Igen. Én azt kértem a lányoktól, hogy ajándékozzanak meg azzal, hogy átélhessem azt, hogy kajak négyesben olimpiát nyerünk. A futam előtt volt ilyen. Hirtelen nem ez értettem. Közvetlen a rajt előtt, vagy még közvetlenül, hát a bemelegítésnél, ahol a sátornál. Volt ennek valami hatása? Úgy látok nézve? Engem nagyon megfogott egyébként. Akkor így átgondoltam, hogy tényleg a Katinak ez még nem adatott meg. És hát persze odáig is minden idegszállammal arra koncentráltam, de ez szerintem nekem adott egy kis löketet még. Igen, szóval olyan nehéz lehet valami olyat hallani az utolsó pillanatban, ami még egy ilyen plusz adrenalin fröccsöt elindít az emberben. Neked is jelentett valamit ez, Narusa? Nekem így nagyon sok ember jött oda hozzám különböző hasonló ilyen kérésekkel, úgyhogy nekem így az összes együtt. Tehát egy apró kis kérésekkel, hogy nyerjük meg. Igen, egészen aprócska. Igen, a Krisztának volt ugye előtte, a olimpia előtt, a Gabinak most van, tegnap volt születésnapja. Igen, úgyhogy, egyébként is teljesen veled. Mind a három lánynak kellett teljesíteni a kérés. Jó, időzítették ezt az olimpiai, vagy is mondjam, időtartamot, hogy mindenkinek volt ilyen irányú személyes motivációja. Picit azért beszéljük át azért ezt a pályát, mert hát egyrészt tényleg, ahogy bevezetőben is mondtam, egyszerűen imponáló volt az a fölény, és ha jól tudom azért, az ugye nagyon sokféle fajta szenárióra készültök. Tehát mi van akkor, ha valóban menni kell vás után, mi van akkor, ha akkor kell robbantani, amikor már lehet, hogy nincs plusz tartalék. Egyébként összességében az meglepetés volt számotokra, Kati, hogy ekkora volt a fölény? Hát én sokkal nagyobb fölénynek éreztem futam közben, mint amit aztán tapasztalt, vagy amit megnéztem, visszanéztem a videót. Igazság szerint van egy begyakorolt pályánk, amit meg kell tudni csinálni, és akkor nagy gond nem lehet. És erre készültünk. Tehát arra készültünk, hogy mi irányítsuk a futamot, és tudtuk azt, hogy egy nagyon erős rajtot kell vennünk. Az hát idézőjelben a gyengeségünk volt, hogy a németekkel szemben. Igen, de hogy ez most mégis az átlagon felül jól sikerült, nem? Hát most elkaptuk az bizonyos. Nagyon jól sikerült. Aha, értem. Tehát akkor ez egy kulcsmomentum volt, amire abszolút készülni kellett, és ez hál' Istennek a jó pillanatban bejött. Szerintem nagyon, a felkészülési mi nagyon sokat segített, hogy Szolnokon készültünk fel, és hoztak egy olyan rajtgépet oda, amiket a versenyen is használunk, és azokban tudtunk rajtolgatni, szerintem az nagyon sokat lendített a rajttudásunkon. Világos. Ugye az első táv első részében azért picit még valamennyi izgulnivalók akadt, mert azért ugye akár a fehér oroszok, akár a németek. Tehát mi ugye nem izgultunk. Az a szerencse, izgultunk mi, de aztán valóban ugye, gondolom ugye erről sokat beszéltünk, hogy a harmadik beülő pozícióban lévő ember azért az irányít, ugye, ha szabad így fogalmazni, vagy bizonyos szempontból az mér fel dolgokat, az hoppol van ilyen nálatok? Hogy... Ez így igaz. Hát nem, én nem irányításnak nevezném, én vezénylésnek nevezném vezénylés, inkább. Aha. Ennek egyetlen oka van, hogy ott hallja leginkább mindenki, tehát az első két ember és a hátsó ember is ezt a vezényszót hallja leginkább. Hát igen, tehát én alig vártam már, hogy eljussunk a 200-as bójához, és már arra koncentráltam, hogy el tudjam kiállítani magam, hogy induljunk el.
És ez így is hangzik konkrétan, ez a szó, hogy induljunk? Nem, vagy egy hopp, vagy ami éppen kijön. Tehát nincs erre konkrét nem szó. Nem körmondatom. Nem olyan, gondolom, hogy... Most vagyunk két. Nem, és kifejezetten arra gondolok, hogy van-e valami pavlovi reflexet beállító szó, egyfajta ugyanaz, vagy ami éppen ki préselődik belőled. Hát a hopból indulunk ki, és aztán ami lesz. Ami lesz, világos, értem. Tehát akkor vártad, hogy ez a pillanat elkövetkezzen, és ilyenkor tényleg lehet érezni, hogy ott valami komoly sebességváltás következik? Hát jó esetben lehet érezni. De most volt ilyen? Hát most volt ilyen. Volt ilyen, én úgy éreztem, hogy nagyon jól elindultunk, és hát utána az utolsó szezon belül volt még egy utolsó indításunk, aminél azért úgy gondolkoztam, hogy ez kell, nem kell, de jó érzés volt tényleg. Mi volt a dilemma tárgya? Tehát, hogy még most hát én úgy éreztem, hogy... volt a fölényetek? Hogy... Tehát onnan, ahol te ülsz abban a pillanatban, mert ugye mi már láttuk, hogy ott már azért elég jó pozíciótok. Én végig úgy éreztem, hogy jó pozícióban vagyunk. Jó, hát én kellő rutinod van, úgyhogy erre lehet bízni. Nagyon nehéz tényleg a harmadik lúgból azt érzékelni, hogy a mellettünk lévő két hajót természetesen érzékeljük, de... De belátni az egész pályát? Azt nem lehet, főképp ilyen csapathajóban. Uh-huh. Nem lehet. Mondjuk ennek ellenére a németekkel való küzdelmünket se úgy éltem meg, ahogy valójában volt. Nagyon, nagyon jól ment a hajó, és úgy éreztem, hogy nem annyira szükséges ez az utolsó indítás, és ezért filoztam rajta. Igen, hogy... igen. Hát ugye mondom, kívülről valóban, tehát nézői szemmel ez akkor már úgy tűnt, hogy ez a történet hál' Istennek eldőlt. Viszont nagyon érdekes volt a célba érkezés, ugye ez teljesen egyértelmű volt, hogy Kati ezt majd a leghamarabb. Ez megint a rutinodból, ugye hát ültél már néhány olimpiai négyesben, hogy ezt tudd. De Gabi olyan édes voltál, tehát látszott rajtad, hogy egyszerűen nem akarod ezt elhinni, tehát hogy ez egyszerűen... Tényleg nagy képviség nélkül mondom, hogy én a rajt pillanatában éreztem, amikor nem tudtak elmenni a németek, hogy ez megvan, szóval elvileg volt rá másfél percem, hogy fölfogjam, hogy nyerünk, de nem amikor volt elég. Beértünk, olyan katarzis is fogott el, és nem tudtam, hogy lereagálni, hogy hihetetlen, hogy pont úgy valósítottuk meg a pályát, ahogy terveztük, sőt, még azon felül is, hogy tényleg a rajtban már mi irányítottunk, és hát olyan döbbenet volt rajtam, hogy minden úgy sikerült, ahogy terveztük, hogy nem tudtam máshogy lereagálni. Hát nagyon édes volt, megmondom teljesen őszintén, úgyhogy az ember együtt érezte valamennyire át veled azt, hogy ez ennek egyszer le kell esnie ennek a tantusznak valóban, és előbb-utóbb lefog, tényleg. Hogy aztán ez meddig tart, és valóban az emésztés folyamatában hol tartotok ezt ti tudjátok igazán. Mennyire lehet ilyenkor előre tekinteni, hölgyek? Kriszta, te hova fókuszálsz most még? Magyarországra, vagy már vissza a tengeren túlra? Én most még nagyon fókuszálok Magyarországra, mert tudom, hogy elég rövid időt fogok most még itt tölteni, és szeretném minden egyes pillanatát kielvezni. Aztán persze most megyek majd vissza Amerikába, és ott is nagyon sok minden vár engem, vannak különböző versenyeim már. Uh-huh. Tehát folytatod azt az életmódot, amit végül is ott elkezdtél, a jól Igen, értem. És hát tervezzük ugye a jövőt, mert így azért így jobban meg kell tervezni, hogy mit, hogy csinálunk, hogy ugye ilyen nagy távolságokat kell áthidalni. De el tudod magad képzelni egy ilyen négyesben? Én már tavaly is elképzeltem magam, és szerencsére össze is jött, úgyhogy én elképzelem magam Az nagyon jó lenne. Hölgyek? Varusa? Én is koncentrálok tovább a kajakra, tehát nagyon szeretek kajakozni, nagyon szeretek ebbe a közegbe lenni, de az élet azért szerintem néha állít elénk ilyen, nem is akadályokat, hanem váratlan szituációkat. Ezekkel lesz mit megküzdeni, ismerve akár a hazai mezőnyt, azért ez az eddig vezető út sem volt göröngyöktől mentes. Kati, csak azért olvasom ezt a számot, mert egyszerűen ez hihetetlen. Tehát ugye, ha jól számoltam össze, akkor 61 aranyéremnél tartasz így a pályafutásod alatt, ami nagy világversenyekről van. Egészen elképesztő. Tényleg olyan, hogy is mondjam, galaktikus szám ez, amit nem tudom ki, mikor fog beérni. De hát azt tudom, ismerem, hogy te egy elképesztően motivált ember vagy. Szerinted hány évre tart még ez a motiváció? Hát azért könnyű a dolgom, mert tényleg szeretem, amit csinálok, tehát imádok kajakozni, jól érzem magam ebben a közegben. Szép ez a szám, még így nem számoltam utána.
tényleg hihetetlen érzés az, hogy én ennyiszer átélhettem a győzelem ízét és örömét. Szeretnék még ilyen örömöket az életemben. Hát legyen így, hagy örülhessünk együtt veled, hagy örülhessünk együtt veletek, még nagyon sokszor szívből gratulálok, csoda volt látni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.